központú gráfnak 7 éle van. Mennyi a gráfban a csúcsok fokszámának az összege? A gráfelmélet kimondja, hogy egy él mindig 2 fokszámot fokoz. És a fokszámoknak az összege az élek számának 2-szerese lesz. Tehát a mi esetünkben van 7 élünk, és ezt a 7 élet megszorzom 2-vel, és 7x2, 14, tehát a csúcsok fokszámának az összege az 14 lesz. De ha valaki nem tudja ezt az elméletet, vagy nem jut eszébe ez az elmélet, akkor rajzolásra is meg lehet ezt állapítani. Ugye először is megnézem a csúcsokat, és utána összefogom a végén számolni a fokokat, és akkor ugyanúgy megkapom ugye az összegét. Tehát rajzolok egy 5-pontú gráfot. A pont, B pont, C pont, D pont, és az E pontot. Akkor az A-ból rajzolok 2 élt, ezt itt jelölöm is, akkor innen is rajzolok egyet, innen is, meg innen is, ugye ez eddig 1, 2, 3, 4, 5, és akkor ez úgy lehet még, hogy 6, 7. És akkor megvan nekem, hogy megvan az 1, 2, 3, 4, 5 pont, megvan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 élem, és már most csak meg kell számolni ugye a fokokat. Az A-ból akkor 2 él fut, B-ből 1, 2, 3, C-ből 1, 2, 3, D-ből 1, 2, az E-ből pedig 1, 2, 3, 4. És akkor össze tudom ezt is adni, 2 meg 3 az 5, meg 3 8, meg 2 10, meg 4 az 14, tehát így is ugyanúgy megkapom, hogy a csúcsok fokszámának az összege az 14.